Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy valentinnapi kedvezményes jóslás méhecske számára. Kedves méhecske, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én kezdeném a szerelmi jóslással, utána áttérünk az asztrológia területére. Először is megtekintjük ezt a szerelmi kirakást. A bal oldalon látható kártyák, azok téged szimbolizálnak, és a jobb oldalon lévők őt szimbolizálják. Ez a három kártya itt középen mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Az első kép, ez a csillagkép szerencsét hoz neked, amire a második kártya is utal, mert a kezedbe veheted ezt a kulcsot, és szimbolizálja a magabiztonságodat. És ezzel a kulccsal kinyithatsz egy új ajtót, ezek a lehetőségek, és mutatja a te nyitottságodat is. Azon kívül ezzel a kulccsal lezárhatsz valamit, szimbolizálja a zárkózottságot. Visszatérve erre a csillagképre, ennek van más jelentése is, utal spirituális dolgokra, és ez érdekel téged, az lehet asztrológia is, itt is kinyílik számodra egy új lehetőség, mint egy hobbi vagy hivatás. A harmadik kép az a holdat jelenti, a te álmaidat, a te vágyaidat. Légy erre nyitott, mert ez megvalósul. És a csillagkép utal arra, ez meg van írva a csillagokban, és hoz számodra szerencsét. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Itt jobb oldalon látható egy ravasz róka. Vannak hamisságok, hazugságok az ő környezetében. A ravasz róka mellett van egy férfi, az lehet egy ilyen furcsa baráti kapcsolat, és itt is vannak bosszúságok és hazugságok a háttérben. Ez a középső kártya, ez a lovas férfi jelenthet mozgást is, akkor van a kártyának egy szimbolikus jelentése, és mivel ő nem tudja így mozgatni az eseményeket, nem tudja azt elérni, hogy minden előre menjen, és ez arra utal, hogy ez az életút, ahol ő most jár, ez egy rossz út, onnan vissza kellene térnie, de nincs most hozzá ereje. Erre utal ez a medve, mert a medve az jelenti az erőt, ott lenne a mozgás, de ez a ravasz róka azt jelenti, hogy mivel ő nem tud jelen pillanatban döntéseket hozni, és gyengíti őt ez a szituáción, így ez a medve inkább erőtlenségre utal. Most megtekintjük azt, miről kellene elgondolkoznod, mi várható a közeljövőben. Ott felül bal oldalon látható egy hegyvidék. Ennek van szimbolikus jelentése és utal korlátozásokra, nehézségekre. Ezen el kell gondolkozni, hogyan tovább, de a középső kártya, ott a madarak jelentik a változást. Nálad lesz egy sorsdöntő fordulat, nagyobb változások, és a lilium utal az ártatlanságodra, a tisztaságra, de arra is, hogy tisztázódik körülötted valami. Azon kívül a Lenormand kártyánál a lilium utal testi kapcsolatra is. És most megtekintjük azt, mi az,
amin ő elgondolkozik, mik az ő tervei, mi várható a közeljövőben. Én a középső kártyával kezdeném. Itt van egy torony. Ez utalhat hivatalos dolgokra, vagy egy bírósági perre. Ha érzelmekről van szó, akkor ez a torony azt jelenti, hogy ő fogva érzi magát. És mellette van ez a gyűrű, az lehet, hogy ez a hölgy a háttérben szeretné, ha ő elvenni feleségül, és tervezi ezt az esküvőt. De ott van a hamisság is a gyűrű alatt, és ő fogva érzi magát, mert ő nemet akar mondani. A gyűrű jelenthet mást is, utalhat szerződésekre, és a toronnyal együtt jelent hivatalos dolgokat. A gyűrű jelenti azt is, hogy visszatér az életedben, ugyanúgy, mint ahogy a hajó is mutat egy ilyen lelki utat, egy ilyen lelki kapcsolatot. A hajó nem csak ezt a belső utat jelenti, hanem külföldi kapcsolatokat, és szimbolizálja a reményt. Ő reménykedik abban, hogy kilép ebből a feszültségből, és lesz egy párkapcsolat, hogy visszatér hozzád, és intézi a hivatalos dolgokat. Most megnézzük nálad a titkokat. Itt alul bal oldalon vannak a te titkaid. Valami, ami még titokzatos, vagy amit még nem vettél észre, olyan dolgok, amik később fognak beteljesülni, és jelen pillanatban még nem látható. Tehát ez egy titok. Az első kártya bal oldalon szerencsét hoz számodra, mert ott van ez a 4 levelű lóher. Mutatja április hónapot is. Mellette ott vannak az utak, az életutak. A te életutad kereszteződött az övével. De lehetnek új kapcsolatok is, amikor az életutak kereszteződnek, és ezzel neked szerencséd lesz. Azon kívül azt jelenti, hogy áprilistól ott vagy ennél a kereszteződésnél, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább döntéseket fogsz hozni. Ez kihat a családi helyzetedre, amit ez a ház szimbolizál. Azon kívül lehet egy költözés is, egy új otthon számodra, amivel neked szerencséd lesz. Most megtekintjük az ő titkait. Amit ő eltitkol előled, az ő anyagi helyzete, erre utalnak a halak ott alul jobb oldalon. Mellette van ez a koporsó, ami utalhat örökösödési ügyekre is, és akkor az összefügg azzal a toronnyal ott fent, tehát itt akkor bírósági ügyekről is lehet szó. De a kártyáknak vannak más jelentései is, mégpedig azt is tükrözheti, hogy az anyagi helyzete most úgy megállt, tehát nincs növekvés, és erről nem akar beszélni. A harmadik kártya, ez a kereszt, utalhat vallási témákra, de arra is, hogy a sors utatok kereszteződött. Itt van köztetek egy ilyen kármikus kapcsolat, ez meg van írva a csillagképekben, és vannak mély érzelmek, ezt jelenthetik a halak, mert ez a kártya utal ugyan pénzügyi dolgokra is, de belső értékekre is, mély érzelmekre, és ez a koporsó jelentheti a múltat, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életetekből.
és ő ezt érzi belülről, mert ezek az ő kártyái, de eltitkolja előled. És most megtekintjük azt, mi köt össze benneteket. Itt ez a kislány ott felül középen utal egy új kezdetre. Azon kívül jelenti az ártatlanságot és az emlékeket. Ő visszatér hozzád. És most áttérünk az asztrológiai területre az indiai számítás szerint. A nap szimbolizálja a ti éneteket. Mindkettőtöknél a bak jegyében van. Ez arra utal, hogy el tudjátok érni azt, amit terveztek, kellenek célok, magas célok, és megvan hozzá a kitartásotok, megvan hozzá a türelmetek. Fontos mindkettőtök számára, hogy másoktól megkapjátok a megbecsülést és az elismerést. Az előfordulhat, hogy az első életszakaszban nem könnyű, ez érezhető különböző életterületeken, de a második életszakaszban segít nektek abban, hogy elérjétek a céljaitokat, hogy meglegyen a biztonság érzete, hogy tudjatok valamit alapítani, hogy megvalósítsátok a terveiteket. Most egy jó időpont ehhez, mert Szaturnusz bolygó ez évben a bak jegyében mozog. És Szaturnusz bolygó itt a bak jegyében otthon van, ki tud bontakozni. Itt lesznek sorsdöntő változások, nem csak nálad, hanem nála is. Nem csak Szaturnusz bolygó hat idén rátok, hanem Plutó bolygó is, ami azt jelenti, valamit le kellene zárni az életetekben, és jelenti a belső erőt is. Azon kívül lesz Jupiter hatás az év elején, aztán úgy év közepén elbúcsúzik a bak jegyétől, de október-novemberben visszatér újra a bak jegyébe, és Jupiter bolygó hozza a szerencsét, adja számotokra a lehetőségeket. Persze Jupiter bolygónál lehet egy bírósági ügy is. Mivel mindkettőtöknél a nap a bak jegyében van, így van köztetek hasonlóság. Egy hangban vagytok. A hold szimbolizálja az érzelmeket. A te horoszkópodban a hold a Szkorpión jegyében van, egy ilyen csökkenő hold fázisban. A Szkorpión jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát itt érzelmekről van szó. Te benne vagy mindig ezekben a megújulásokban, áttenni magadat a félelmeken, és bízni a jövőben, legyen meg ez a hited, és higgy ebben a szerelemben is. A lefele mozgó holdcsomó Kétú, egy kármikus csomó, ami a múltra utal. Itt lesznek emlékek. Múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig ez a lefele mozgó kármikus csomó Kétú a Szkorpión jegyében van. És mivel a holdad szintén a Szkorpión jegyében van, így kihat rád, kihat az érzelmeidre. Az ő horoszkópjában a hold a rák jegyében van, és mivel a rák jegye szintén
szintén a víz eleméhez tartozik, itt van köztetek ez a mély érzelem és harmónia. Ő egy teli hold napon született. Az indiai asztrológusok azt mondják, akik egy teli hold napon születtek, azoknak szerencséjük van az életúton, mert ez a teli hold megvilágítja ezt a sors utat. És most megtekintjük a Vénusz energiát. Vénusz bolygó jelenti a szépséget, a harmóniát, a kreatív munkát, a művészeteket, és mutatja a te nőiességedet. A te horoszkópodban Vénusz bolygó az indiai számítás szerint a bak jegyében van. Az első életszakaszban nem volt könnyű számodra, mert volt egy ilyen szigorú nevelés, nem tudtad a nőiességedet úgy kibontakoztatni, ahogy te szeretted volna, viszont a második életszakaszban kedvezően hat, mert mások észrevesznek téged, a nőiességedet is, és megkapod ezt az elismerést és megbecsülést. Vénusz bolygó itt a bak jegyében a második életszakaszban arra utal, hogy komolyan veszed a párkapcsolatot, és a lelki társad komolyan vesz téged. Mivel idén Szaturnusz bolygó itt mozog a bak jegyében, kihat a párkapcsolat területére, mert Vénusz bolygó utal a szerelmi témákra, azon kívül hat rád, mint hölgyre. Lehet, hogy változik valami a külsődön, vagy a személyiségeden. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó a nyilas jegyében van. Az a tűz eleméhez tartozik. Számára fontos, hogy a lelki társnője bátor legyen, legyen mozgás, és a tűz eleme utal a testi kapcsolatra, egy szenvedélyes, lobbanékony szerelmi kapcsolatra. Mivel a nyilas jegye a bak jegye mellett van, tehát szomszédok, és itt megvan a bizalom, mert közel álltok egymáshoz. Régóta ismeritek egymást. Ez olyan, mint jó szomszédoknál, ahol megbíznak egymásban. Így hat rátok ez a kapcsolat a szerelmi élet területén. És most megtekintjük Mars bolygót. Mars bolygó utal ugyan az erőnkre, és ez megvan nálunk, hölgyeknél is, de Mars bolygónál férfias energiáról van szó, és a párkapcsolat területén mutatja a lelki társat. A te horoszkópodban Mars bolygó a Szkorpión jegyében van, ami a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó. Az ő horoszkópjában Mars bolygó, ami az ő férfiasságát illeti, a halak jegyében van, ami szintén a víz eleméhez tartozik. Itt megvan köztetek ez a harmónia. Visszatérve a te Mars bolygódhoz, mint mondtam, a te horoszkópodban Mars bolygó a Szkorpión jegyében van, és ott mozog jelenleg a lefele mozgó holdcsomó Kétú. Ez elindult múlt év szeptemberében, és itt lesz a Szkorpión jegyében jövő év márciusáig. Itt van nálatok
karmikus téma, és idén ez megoldódik, és biztos vagyok benne, hogy lesznek változások. Azon kívül a te horoszkópodban Ráhu a felfele mozgó holdcsomó a bak jegyében van, ahol most Szaturnusz bolygó mozog, és Szaturnusz bolygó kihat a sorsodra, lesz nálad egy kiút, lesz egy új irány, és ezekkel a változásokkal idén szembe fogsz nézni. Amit én érzek nálad, hogy jóra fordulnak a dolgok. Kedves méhecske, így tudtam a Valentin akció jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!